Évente közel 100 vasúti baleset történik hazánkban, ide sorolják a kisebb mozdonytüzeket és azt is, amikor autó ütközik vonattal. A MÁV területi vasútbiztonsági vezetője a gyakorlat előtti tájékoztatón elmondta, idén eddig 11 közlekedő vonattal történt baleset. A helyszínelés, a mentés elhárítás az rendkívül hosszadalmas, és azt tudni kell, hogy a személyi vonatok elég sűrűnködnek. Például ezen a vonalon is naponta 53 személyi vonat közlekedik, és egy másfél-két órás helyszínelés, mentés elhárítás komoly akadályt és bosszúságot okoz az utasoknak, mert nem érik el úti céljaikat. Ezért is fontos a MÁV szoros együttműködése a hatóságokkal és a közös gyakorlatozás. Magyarországon viszonylag kevés az az esemény, ami ezen a területen megjelenik, de nem mondhatjuk azt, hogy példanélküli, hiszen gondoljunk akár a monori néhány évvel ezelőtti balesetre, ahol személy sérüléssel járó vonatbaleset volt, vagy gondoljunk akár tehervagonoknak a kisiklására, tehát mindenképpen fontos, hogy ezt a területet is kézben tartsuk, és a tűzoltóinkat felkészítsük arra, ezekre az eseményekre, azokra a feladatokra, amelyek ezeknek az eseményeknek a felszámolásával jár. A gyakorlat feltételezése szerint vonatok ütköztek Záhonynál, a balesetben egy személyszállító vagon is felborult. Kérkezés után mentésvezetővel vegye fel majd a kapcsolatot, illetve várja a kiérkező egységeket. A felborult vagon alá ketten szorultak be, csak egyikük élte túl a balesetet. A sérültet a mentőszolgálat munkatársai vitték kórházba. A feltételezés szerint az összeütközött vonatokon több utas is megsérült. A gyakorlat úgy lett élethű, hogy a statiszta diákok még művérrel is bekenték magukat. Az Áhonyi Középiskola diákjait kértük fel, hogy segítsenek statiszta szerepe eljátszásával. Van közöttük, aki könnyű sérült ez, de lesz, aki sajnos súlyos sérült szerepet is el kell, hogy játszon. Nem sajnos, hiszen örülnek a gyerekek ennek a feladatnak. Ők egyébként közösségi szolgálat teljesítés keretében csinálják most ezt a feladat végrehajtást. Emelő, feszítő és vágó berendezéseket is használtak a gyakorlat során a szakemberek. Olyan eszközök ezek, amelyeket nem használnak minden balesetnél.